Általánosságban szólva, szolgálatom során egy-egy kérdéskörrel átfogó módon szeretek foglalkozni, nem csak egyes részekkel vagy üzenetekkel. Hiszem, hogy Isten nekem arra adott ajándékot, hogy a Biblia igazságait tematikusan és rendszerűen vizsgáljam. Ezért arra kértem Istent, mutassa meg, milyen témákkal foglalkozzak itt a Krisztus gyülekezetében. És úgy éreztem, hogy az Úr azt mutatta, hogy ebben a tanításban a keresztet állítsam a középpontba. Ezért mindenképpen ehhez akarok ragaszkodni. Amikor a keresztről beszélek, tisztáznunk kell, hogy nem egy darab fémről vagy fáról beszélek, ami az emberek nyakán vagy templomok falán lóg. Nincs semmi bajom ezekkel, de el kell mondanom nektek, hogy nem ezekről beszélek. Én arról beszélek, ami megvalósult és elérhetővé vált számunkra Jézus Krisztus halálával, a bűnért való áldozatával a kereszten. Ezért ezt az egyszerű kifejezést használom, a keresztet, ami mindent magában foglal. Tegnap este az a megtiszteltetésért, hogy nem első ízben, a Krisztus gyülekezetének városi csarnokában szolgálhattam. Engedjetek meg egy rövid kis ellenőrzést. Hányan voltatok itt tegnap este? Nagyszerű. Sajnáljuk azokat, akik nem voltak itt. Csodálatos volt, nem igaz? Nem annyira a prédikátor miatt, hanem az Úr miatt, mert az Úr eljött és valóságosan meglátogatott minket. Végül, azt hiszem, ez eléggé áhítatos kifejezés, a 9. felhőn fejeztük be. Azt szoktam mondani az embereknek, hogy ne beszéljenek a 7. égről, mert az nem bibliai. De ha úgy érzed, tényleg nagyon-nagyon boldog vagy, azt hiszem helyen való azt mondani, hogy a 9. felhőn vagy, mivel sok-sok felhő van fent a mennyben. Isten szeretetéről beszéltem, amit azon az áron keresztül érthetünk meg, amit kifizetett értünk, hogy megmentsen minnyájunkat. Ez az ár Jézus Krisztus drága vére volt, és tegnap arról beszéltem, hogy az ótestamentumi szövegekben Isten már előre jelezte Jézus véráldozatát. Isten már előre megmutatta, hogyan fog értünk hullani Jézus drága vére. God had foreshown that there would be a sevenfold sprinkling of the precious blood of Jesus. And last night we traced this. Az elmúlt este azt követtük nyomon az evangéliumokban. Most még egyszer összefoglalnám, amiről beszéltünk. Azok, akik hallgatják a rádióadásaimat, tudják, hogy nagyon fontosnak tartom az összefoglalást. Nem hiszek abban, hogy egyszer elég elmondani a dolgokat, és már meg is maradnak, mert legtöbbször nem így működik. 5 évig Kelet-Afrikában prédikátorokat képeztem ki afrikai bibliai iskolák számára. És az egyik alapvető dolog, amire felhívtuk a tanárok figyelmét, az volt, hogy az összefoglalás a jó tanítás fontos része. Ezért most nagyon-nagyon tömören végigmegyünk Jézus egymást követő 7 részből álló véráldozatán. Legelőször a Gecsemáné kertjében, amint az evangéliumokban olvashatjuk, ahogy gyötrelme közepette imádkozott, verítéke vércseppenként hullott a földre. Azután, amikor a főpap házába vitték, csúfolták és verték, arcul ütötték botokkal, ismét vérzett. Kínzásának részeként szakállának szálait kitépték, és a vér ismét kicsordult. Azután Poncius Pilátus tovább küldte, hogy megkorbácsolják. A római korbács bőrszíjakból és tüskékből volt fonva, csont, valamint fémdarabokat is tartalmazott. Ahogy a tüskék belefúrottak a hátába, szó szerint szétnyitották a húst. Ezután, mivel a zsidók királyaként került vád alá, tövisből koronát fontak. Ha Izraelbe mentek, láthattok ugyanilyen hosszú és kivételesen éles, hihetetlenül szúros tövist ma is. Ezt a fejére tették és ütögették a fejét,
úgyhogy a tüskék belefúródtak a koponyájába. A vér lefolyt az arcán, és befestette a szakálát. Ahogy a Nézsajás proféta könyvének 52. részében megjövendölte ezt, miképpen eliszonyodtak tőled sokan. Oly Rút nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem emberfiai volt. Az egyik modern fordításban azt olvashatjuk, hogy elvesztette még az emberi megjelenését is. Ezután odaszögezték a kereszthez, átütötték a szögeket a kezein és a lábain. Végül, miután meghalt, egy katona beledöfte a láncsáját az oldalába, a szív közelébe, ahonnan vér és víz folyt ki. Ez tehát Jézus Krisztus véráldozatának 7 része. Kiemeltem, hogy az Úr azt mondta Mózes 3. könyvének 17. részében, a 11. versben, hogy minden testnek élete a vérben van. Én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti lelkeitekért. Ez egyike az Ótestamentum lenyűgöző proféciáinak, mely nem csak egy törvényt jelentett Izrael fiainak, arról, hogy ehetnek-e húst a vérrel együtt, avagy sem, hanem jövendőlés is a keresztről. Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Ézsaiás proféta könyvének 53. részében, a 12. versben nagyszerű profétikus képet látunk az engesztelésről. Ézsaiás azt mondja, hogy életével együtt kiöntötte az ő lelkét ránk. Hogyan tette ezt? Az ő vérével. Mert a lélek a vérben van. És Jézus kiöntötte, felajánlotta az ő lelkét az egész emberiségért. Az ő lelke és vére helyettesített téged és engem az áldozatban. Így lett ő a végső bűnért való áldozat. Ma reggel valami egyedülállóan gyakorlati jellegű dologgal fogok foglalkozni. Amiről beszélni fogok most nektek, az igaz, csodálatos, de nem feltétlenül tudjátok, hogyan tehető vila valóságossá az életetekben és megtapasztalásaitokban. Ma reggel arról fogok tanítani, hogy hogyan lehet részesülni Jézus véréből. Arról, hogy hogyan részesülhetsz Jézus vérének minden áldásából úgy, hogy működjenek az életedben. Vágjunk bele, és lapozzunk a Jelenések könyvének 12. fejezetéhez, a 11. vershez. Jelenések 12, 11. vers. Ez a rész arról szól, amit én az utolsó idők nagy konfliktusának hiszek, ami vár ránk. Ez a jelenlegi korszak vége, az a konfliktus, amelyben a menny és a föld a csatatér, Isten angyalai a sátán angyalaival harcolnak, és amelyben Isten emberei is fontos szerepet játszanak a Földön. Hála Istennek, a győzelem az övé lesz, és az övéié. Ez a rész arról szól, hogy mit tesznek Isten emberei a Földön a győzelem eléréséért. Ez egy angyali kijelentés, de a Földön élő hívőkről szól. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig.
legyőzték őt. Kik azok az ők? Ők emberek. Te meg én. Jézus Krisztusban hívő emberek. Ki az az ő? A sátán. Így van, ez nagyon fontos, és látjátok, ebből egyértelműen kiderül, hogy közvetlen konfliktus lehet köztünk és a sátán között. Senki sincs közöttünk. Ők legyőzték őt. Ezután arról olvashatunk, hogy hogyan győzték le a sátánt. A bárány vére által és az ő bizonyságtételük szavával. Azt is megtudhatjuk, milyen emberek voltak. Nem kímélték az életüket, mint halálig. Egy szóval kifejezve, elkötelezettek voltak. Teljesen elkötelezettek. És ez az egyetlen fajta keresztény, amely képes sikeresen harcolni a sátán ellen. A teljesen elkötelezett keresztény. Amikor azt mondja, hogy nem kímélték az életüket, mint halálig, mit jelent ez? Nos, ez azt jelenti, hogy számukra nem az volt az első számú szempont, hogy életben maradjanak. Az első számú szempont az volt, hogy teljesítsék az Úr akaratát. Akár életben maradnak, akár nem. Nem az volt a legfontosabb számokra, hogy életben maradjanak. A legfontosabb az volt, hogy hűségesek legyenek az Úrhoz, és hogy véghez vigyék az ő akaratát. Tehát arról beszélünk, milyen is az Úr hadseregében harcolni. Azt hiszem, közülünk sokaknak felszínes és szentimentális képük van arról, hogy milyen is harcosnak lenni. Én, miután nem volt más választásom, 5,5 éven át katonaként teljesítettem szolgálatot a brit hadseregben a II. Világháború ideje alatt. Hadd mondjak el egy dolgot. Mikor én nem jelentkeztem, hanem besoroztak, akárhogy is, nem kaptam semmiféle szép oklevelet a parancsnoki tisztemtől azzal, hogy garantáljuk önnek, hogy soha nem kell az életét elveszítenie. Egyetlen katona sem lépett be a hadseregbe azzal a feltétellel, hogy nem ölik majd meg. Valójában akármikor, akárki lép be egy hadseregbe, az egyik kötelezettségvállalása az, hogy eleshet a harcban. Talán az életébe fog kerülni. Pontosan ugyanígy van az Úr hadseregében. Nincs rá semmiféle garancia, hogy nem kell az életedet áldoznod. A sátán azoktól az emberektől fél, akik nem félnek életüket áldozni az Úrért. Végül is az élet viszonylag rövid. Nem tart örökké, és nem is mindig fenékig tejfel, nem igaz? Butaság lenne elhalasztani az örökké valóság dicsőségét pár rövid év biztonságáért a Földön. Tudjátok, ez rávilágíthat az önérdekre. Mi a legfontosabb érték a számunkra? Hiszem, hogy azt kell mondanunk, számomra a legfontosabb az életben Isten akaratának teljesítése. János első levelének 12. részében a 17. vers tartalmaz egy csodálatos kijelentést. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ha teljes elkötelezettséggel egyesíted akaratodat Isten akaratával, mennyei lényé válsz, legyőzhetetlenné válsz, megrendíthetetlenné válsz, oly szilárdá, mint Isten akarata. Ha egyesíted akaratodat Isten akaratával, és ha az, hogy élsz vagy meghalsz, másodlagossá válik számodra, senki sem tud legyőzni. Gondoljuk végig, hogyan győzzük le a sátánt, a bárány vére által és a bizonyságtétel szavai által. Ez egyike az igazság legdrágább kincseinek, melyeket Isten adott nekem az elmúlt évek alatt. Semmiképpen nem lehet rá árcédulát tűzni. Dollármilliókat ajánlhatsz fel, de nem lesz számodra elérhető. Nincs olyan mérhető érték, amely felérne ennek az igazságnak az értékével. Nagyon egyszerűen szeretném elmondani, és bízom abban, hogy tisztán érthető lesz. Figyeljetek jól! Úgy tudjuk legyőzni a sátánt, ha személyesen teszünk tanúbizonyságot arról, amit Isten igéje mond arról, hogy mit cselekszik Jézus vére értünk. Még egyszer el fogom mondani.
Úgy tudjuk legyőzni a sátánt, ha személyesen teszünk bizonyságot arról, amit Isten igéje mond arról, hogy mit cselekszik Jézus vére értünk. Most pedig ahelyett, hogy hagynálak benneteket, hogy próbáljátok megjegyezni, arra kérlek, hogy mondjátok el velem együtt, hogy rögzüljön az elménkben. Mondjátok egyszerre velem, ne mondjátok egyszerre velem, én mondom elsőként, ti pedig mondjátok utánom. Rendben. Készek vagytok, hogy legyőzzétek a sátánt? Úgy tudjuk legyőzni a sátánt, ha személyesen teszünk tanúbizonyságot arról, amit Isten igéje mond arról, mit cselekszik Jézus vére értünk. Most pedig azt mondom el nektek, pontosan hogyan tegyük ezt. De előbb egy példát szeretnék mutatni nektek az Ótestamentumból. A húsvéti bárány példáját Mózes második könyvének 12. fejezetéből. Emlékeztek, hogy Isten ezzel a szertartással a bárány vére által teljes védelmet nyújtott egész Izraelnek, de bizonyos dolgokat Izrael fiainak kellett megtenniük a báránnyal és annak vérével, hogy biztosítsák a védelmet. Azonban még mielőtt felolvasnánk a 12. részt, engedjétek meg, hogy felolvassak egy mondatot a Korintusbeliekhez írt levélből, az 5. részből, a 7. vers végéről. Mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Más szavakkal, Pál arról beszél itt, hogy az Ótestamentumban leírt áldozati bárány Egyiptomban csak egy profétikus kép volt, egy előképe annak, hogy mi fog beteljesedni Jézus Krisztus kereszthalálának áldozata által. Jézus Krisztus az igaz húsvét. Nem a húsvéti bárány vére, hanem az ő vére az, amely biztosítja számunkra az örökké való bűnbocsánatot. Mindazonáltal az, ahogyan Isten előírta Izrael fiainak, a báránynak és annak vérének elkészítését és elhelyezését, csodálatos minta számunkra is. Most pedig lapozzunk Mózes második könyvének 12. fejezetéhez. Tehát 12. fejezet, és a 21. verstől olvasunk a 23-ig. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra is közben, hogy a húsvét rendje és annak leírása egyike a Biblia illusztrációinak, az apaság intézményének kivételesen nagy felelősségéről. Az egyetlen személyek Izraelben, akik kieszközölhették a biztonságot és az isteni gondoskodást a családtagjaiknak, Izrael apái vagy atyái voltak. Ha az apák elmulasztották volna a kötelességüket, Izrael nem nyert volna védelmet húsvétkor. Én magam úgy gondolom, hogy ma a legjelentősebb társadalmi problémákat, amelyekkel szembesülnünk kell, a kötelességüket elmulasztó apák okozzák. Sokszor elmondtam szülőkkel beszélgetve, akiknek problémáik voltak a gyermekeikkel, hogy nincsenek kötelességüket elmulasztó gyermekek, csak kötelességüket elmulasztó szülők vannak. Az összes probléma, amelyekről tudunk, az abortusz, a kábítószerek, a kettészakadt családok, és még nagyon-nagyon sok társadalmi krízis. Ha mindezeknek a forrását kutatjuk, a kötelességüket elmulasztó apákhoz jutunk el. Szeretném, ha tisztán látnátok, hogy ha az apák hibáztak volna, Izrael soha nem szabadult volna meg. Istennek nem lett volna B terve. Az A terv volt az ő terve, és az apákon múlott. Most pedig nézzük. Mózes második könyve, 12. fejezet, 21. vers. Előhívta tehát Mózes Izrael minden véneit, és mondta nekik, fogjatok, és vegyetek magatoknak bárányt családjaitok szerint, és öljétek meg a pászkát.
és vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldök fát és a két ajtó felett abból a vérből, amely az edényben van. Ti közülötek pedig senki sem menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Mikor átmegy az Úr, hogy megverje az egyiptombelieket, és meglátja a vért a szemöldök fán és a két ajtó félen, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba. Ezért hívják húsvétnak, angolul Passover, mert az Úr azt mondta, hogy elhalad, angolul Passover, azok mellett az ajtók mellett, melyeket a bárány vére véd. Most nézzük Izrael fiainak, mit kellett cselekedniük. Egy meghatározott pillanatban minden apának ki kellett választania egy megfelelő méretű bárányt a családja számára. Ezután fel kellett áldozniuk a bárányt, és fel kellett fogniuk a vérét egy tálba. A vér nagyon értékes volt, és egy cseppje sem volt szabad, hogy a földre essen. A bárányt levágták, a vére a tálba került, de a tálban a vér nem védett senkit sem. Fel kellett helyezniük a vért a tálból az otthoniak ajtóira. Rá kellett kenniük, vagy hinteniük a szemöldök fára és a két ajtófél fára, de semmiképpen sem kerülhetett a talajra. Senkinek sem szabadott átmennie a véren, rálépnie a vérre. Minden Izrael egészének sorsa is a vértől függött, amely a tálakból az ajtókra került. Hogyan csinálták? Nagyon egyszerű. Isten azt mondta, végy egy kötés izsópot. Az izsóp majdnem olyan, mint a fű. Majdhogy nem mindenhol terem a közel-keleten. Vegyétek a kezetekbe egy kötés izsópot, mártsátok a tálba a vérbe. Hintsétek a vért az ajtó fölé az izsóppal. Így az izsóp, ami mindennapos és érdektelen dolog volt, egy pillanat alatt létfontosságúvá vált Izrael megtartása szempontjából. Ezután Isten még egy dolgot kért. Azt mondta, ha a vért már felhintették az ajtó fölé, maradjatok bent a házban. Nehogy kimenjetek, mert ha kimentek, a vér már nem véd meg. Péter azt mondja, talán hagyjuk ott az ujjunkat Mózes könyvének 12. fejezeténél, és lapozzunk most Péter első leveléhez egy pillanatra. Ez Péter köszöntése. Péter Jézus Krisztusnak apostola, a pontosban Galáciában, Kapadóciában, Ázsiában, Bitiniában elszélett jövevényeknek. 1 Péter 1, 1 és 2. Péter itt egy leírást nyújt rólunk, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésére. Figyeljük meg, mi következik a meghintés előtt? Engedelmesség. A vért nem lehet meghinteni engedetlenséggel. Nem védett meg senkit sem, aki engedetlen volt és kiment a házból. Tehát jegyezzük meg jól, hogy bár a vér tökéletes védelmet képes nyújtani, csak az engedelmesek számára elérhető. Most térjünk vissza a húsvéti szertartáshoz. A vér a tálban volt, vettek egy kötés izsópot, belemártották a vérbe, és meghintették az ajtót, ahogyan az Úr mondta nekik. Pál azt mondja, Krisztus a mi húsvéti bárányunk, aki önmagát áldozta fel miértünk. Más szavakkal, Krisztus 900 éve, 1900 éve le lett vágva. Hogy analóg módon fejezzem ki magam, a vér a tálban van. De a vér a tálban nem véd meg senkit sem. Ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint amilyenben Izrael volt. El kell juttatnunk a vért a tálból oda, ahol élünk, akkor védelmet élvezünk, de csak, ha engedelmesek vagyunk. Tehát a kérdés a következő. Hogyan vigyük a vért a tálból, Jézus vérét oda, ahol élünk?
Most térjünk vissza a Jelenések könyvéhez, a 12. fejezethez, a 11. vershez. És ők legyőzték azt a bárány vére által, és az ő bizonyságtételük beszéde által. Emlékeztek, mit mondtunk? Úgy tudjuk legyőzni a sátánt, ha személyesen teszünk tanúbizonyságot arról, amit Isten igéje mond arról, hogy mit cselekszik Jézus vére értünk. Mi az, ami eljutatja a vért a tálból oda, ahol élünk, ami tanúbizonyságtételünk. Így van. A tanúbizonyságtétel nagyon egyszerű dolog, csak néhány szó hittel való megvallása a Szentírásból. Olyan, mint egy kis kötési zsók, de megment minket. Ez a mi védelmünk. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni számotokra a tanúbizonyság, a vallástétel jelentőségét. Van egy másik rész a Szentírásból, ami ide kapcsolódik, és nagyon közel áll ehhez a részhez. Zsidókhoz írt levél, 3. rész, 1. vers. Annak okáért, szent atyafiak, mennyei elhívás részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. A zsidókhoz írt levél itt Jézust a mi vallásunk főpapjának nevezi. Vagy megvallásunk főpapjának. Tudjuk, mi az a megvallás. A megvallás azt jelenti, hogy szóról szóra ugyanazt elmondani. Tehát számunkra, a Bibliában és Jézus Krisztusban hívők számára, a megvallás azt jelenti, mi ugyanazt mondjuk a mi szánkkal, amit Isten az ő igéjében. A mi szánk szavait megegyezővé tesszük Isten szavaival. Jézus a mi megvallásunk főpapja. Testvéreim, nincs, ha nincs megvallás, nincs főpap. Ő csak akkor tud közbejárni értünk, ha helyes megvallást teszünk. Tehát akár tanúbizonyságnak, akár megvallásnak nevezzük, teljességgel nélkülözhetetlen és elengedhetetlen ahhoz, hogy üdvösséget, megtartást nyerjünk Istentől. Jézus azt mondta, a ti szavaitok által igazoltok meg, és a ti szavaitok miatt ítéltettek meg. A sorsodat azzal határozod meg, amit mondasz. Jakab azt mondta, a nyelv olyan, mint a hajó kormánya. Nagyon kis része a hajónak, de pontosan meghatározza, hogy merre menjen a hajó. Életünk folyását az határozza meg, hogy hogyan használjuk a nyelvünket. Kimondhatjuk az igazat, és szavainkat megegyezővé tehetjük Isten szavaival, de szólhatunk helytelenül is, és eltéríthetjük az életünket a parttól, az útról. Vagy biztonságban eléred a kikötőt, vagy hajótörést szenvedsz, attól függ, hogy hogyan használod a nyelvet. Nagyon-nagyon sokan közülünk, keresztények közül, gondatlanok és kötelességüket elmulasztóak a nyelv használatával kapcsolatban. Az emberek azt mondják, meghalnék, hogy lássalak. Soha nem mond ezt. Az amerikaiak azt mondják, halálra röhögtem magam. Nem mond ezt sem. Nem olyan szembeszökő dolog ez, megértem, hogy nevettek. De soha nem mondjatok semmit olyat magatokról, amiről tudjátok, hogy nem szeretnétek, hogy Jézussal történjen. Ne becsüljétek le magatokat, mert Isten értékesnek tart benneteket. Jézus vérét adta értetek. Ha értéktelennek tartod és kritizálod magad, az, amit valójában teszel, nem más, mint Isten keze munkájának kritizálása. Mert az írás azt mondja, mi az ő kezének munkája vagyunk. Hogyan merészeled kritizálni Isten kezének munkáját? A gőg rendkívül jelentős probléma keresztényeknél, de a másik probléma, ami pontosan ugyanannyira fontos, az az, hogy alábecsülik magukat a keresztények. Nem azért vagyunk értékesek, amilyenek mi vagyunk, hanem azért, amivé Isten formál bennünket. Most elmondom azt, hogy hogyan juttassátok el Jézus vérét a tálból oda, ahol az életetek élétek. Nyilvánvalóan nem tudunk bizonyságot tenni akkor, ha nem tudjuk, mit mond Isten igéje Jézus véréről. Tehát az első elengedhetetlen feltétel az, hogy tudjuk, mit tanít a Biblia Jézus véréről. Hangsúlyoztam, hogy az Új Testamentum jelzi, Jézus vére hétszeresen hullott.
Ezen a reggelen arról fogunk együtt megbizonyosodni, hogyan alkalmazhatjuk hétszeresen Jézus vérét az életünkben. Az Új Testamentum beszámol arról, hogy Jézus vére életünk hét fő területén működik. Az első a megváltás. Nézzük meg ennek a leírását, lapozzunk az Efézusbeliekhez írt levél első részéhez, a hetedik vershez. Efézus 1.7. Akiben, ez Jézus, van a mi váltságunk az ő vére által. A megváltás azt jelenti, visszavásárolva lenni. Az ördög kezében voltunk, de Jézus visszavásárolt minket az ő vérével. Ezután Péter első levelének első részében, a 18. 19. versben ezt olvashatjuk. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Látjátok, a bárány szó újra visszavisz bennünket a húsvéthoz. A húsvéti bárány. Jézus hibátlan és eredendő bűn nélküli volt, szeplőtlen, és mint ember is bűn nélkül való volt. Mi pedig visszalettünk vásárolva az ő vére által. Most pedig, ezt elolvastuk, szeretném, ha odalapoznánk a 107. Zsoltárhoz. Csak a második verset nézzük meg. Psalm 107. Zsoltár második vers. Ezt mondják az Úrnak megváltottai, akiket megváltott a szorongatónak kezéből. Ki a szorongató? A sátán, így van. Ha vissza vagyunk vásárolva, mit tegyünk? Ki kell mondanom? Ha nem mondod ki, nem vagy visszavásárolva. Értitek? A vallástételetek, a tanúbizonyságotok az, amely működő képessé teszi számotokra a vért, mást különben ott marad a tálban. Most pedig gondoljuk végig, mit tudunk kimondani. Segítséget szeretnék nyújtani ehhez. Fontos, hogy nem csak így lehet mondani, de az én személyes tanúbizonyságtételem a következő. Jézus vére által visszalettem vásárolva az ördög kezéből. Testvéreim, semmi kétségem sincs arról, hol voltam, amikor Jézussal találkoztam. Az ördög kezében voltam. Nincs semmi kérdés az elmémben erről, de ma nem ott vagyok, mert visszalettem vásárolva Jézus vére által az ördög kezéből. Szeretném, ha közösen megvallanánk, hogy részesüljetek ebből az áldásból. Mondjátok velem. Ez egy nagyon gyakorlati üzenet, ami sokat segíthet, de csak annyira részesedhettek belőle, amennyire együttműködtök a hitetekkel. Tehát én mondom először, és ti mondjátok utánam, rendben? Mondjátok utánam, ne velem. Jézus vére által visszalettem vásárolva az ördög kezéből. Jó volt. Most nézzük, el tudjuk-e mondani együtt is, rendben? Jézus vére által visszalettem vásárolva az ördög kezéből. Csodálatos. Nagyon intelligensek vagytok, ahogy rám néztek. Nagyon fontos, hogy elmond valaki másnak is. Tehát azt javasolnám, forduljatok az egyik mellettetek ülőhöz, nézzetek egyenesen a szemébe, ne legyetek zavarban, ne legyetek vallásosak, és mondjátok, Jézus vére által visszalettem vásárolva az ördög kezéből. Rendben van. Most néhányan közületek olyan szabadok, mint még soha ezelőtt. Valami történt veletek. Menjünk tovább Jézus vérének második áldásához, a megtisztuláshoz. Lapozunk János első levelének első részéhez, a hetedik vershez. 1 János 1.7.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Az eredeti szövegben, a versben szereplő összes ige folyamatos jelen időben van. Fontos ezt tudnunk. Ha folyamatosan a világosságban járunk, folyamatosan közösségünk van egymással. Kérlek, jegyezzétek meg, hogy a bizonyítéka annak, hogy a világosságban jársz az, hogyha közösséged van. Ha kikerülsz a közösségből, kikerülsz a világosságból. Ha kikerülsz a világosságból, a vér nem tisztít meg többé. Ez borzasztóan fontos. A vér nem tisztít meg a sötétségben. Nos, mi folyamatosan a világosságban járunk, folyamatosan közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére folyamatosan tisztít meg minket a bűneinktől. Ez egy folyamat. Nem számít, hol vagyunk, ha világosságban járunk, lehetünk akár a leglehetetlenebb körülmények között, vagy a leggonoszabb emberek között is, és ha megszámlálhatatlan gonosz támadás ér is bennünket, amíg a világosságban járunk, a vér folyamatosan megtisztít minket a bűnöktől. Engedjétek meg, hogy megosszak veletek még egy csodálatos képet. Hagyjátok ott az egyik ujjatokat János levelénél, még visszatérünk rá, és lapozzatok az 51. Zsoltárhoz. Ez Dávid nagyszerű bűnbánó Zsoltár. Azután, hogy megítéltetett két borzalmas bűne miatt, a házasság törésért és a gyilkosságért, Istenhez fordult ezzel a csodálatos esedezéssel, és kegyelemért könyörgött. Nincs rá időnk, hogy teljesen belemélyedjünk az egész Zsoltárba, ezért most csak azt nézzük meg, mit mond az Úrnak a 9. versben. Tisíts meg engem izsoppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Észrevettétek, hogy az izsop sót használta? Mi volt vajon ekkor az elmejében, a húsvét, mire gondolt? A vérre, így van. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Micsoda kiváltság tudni, hova fordulj, amikor bűnös vagy. Azt hiszem, ebben a teremben mindenki rendelkezik ezzel a kiváltsággal. Testvéreim, álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk azoknak az embereknek a milliárdjaira, akik bűnösök, és nem tudják, hová forduljanak. El tudjátok képzelni, milyen lehet bűntudattól és a bűnök súlyától gyötrődni, nem tudva, hová fordulj, hol lelhetnél megbocsátást. Ebben az állapotban van az emberiség fele napjainkban. Térjünk vissza János első levelének első részéhez, a 7. vershez, hogy jobban érthető legyen számotokra. Engedjétek meg, hogy így mondjam, amíg a világosságban járok, Jézus vére megtisztít most és folyamatosan minden bűntől. Miért mondom így most? Azért mondom, mert azt szeretném kifejezni, hogy most itt, ebben a pillanatban, de nem csak ebben a pillanatban, hanem ettől a pillanattól kezdve mindaddig, amíg a világosságban járok. Rendben, szeretnétek utána mondani? Amíg a világosságban járok, Jézus vére megtisztít most és folyamatosan minden bűntől. Rendben. Most mondjuk el együtt is. Amíg a világosságban járok, Jézus vére megtisztít most és folyamatosan minden bűntől. Jól van. A következő terület a megigazolás. A megigazolás egy elméleti, teológiai szó, amely néhány embert zavar. De nem olyan rossz szó. Az eredeti görög kifejezés azt jelenti igazságot tenni.
righteous, but it has a lot of igazzá tenni. De nagyon sok különböző árnyalata van a szónak. Keressük meg a Szentírásban a Róma beliekhez írt levél 5. részét, a 9. verset. Minek utána azért megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Tehát azt mondja, megigazultunk az ő vére által. Hadd próbáljam meg átalakítani számotokra így. A saját tárgyalásodon, a törvényes bíróságon főben járó vérségért az életed a tét. Az ítélet nem bűnös. Ez a megigazulás. Felmentettek. Rendben. De ennél többet is jelent. Igaznak ítéltettél Jézus Krisztus igazsága által, nem a te igazságod miatt, hanem Jézus Krisztus igazsága miatt. Ez azt is jelenti egyben, hogy igazzá váltál. Mindezeket jelenti. Felmentett, nem bűnös, igaznak ítéltetett, igazzá vált. Szeretném, hogy rögzüljön az elmétekben, az, hogy én megigazultam, azzal egyenértékű, mintha soha nem vétkeztem volna. Miért? Azért, mert megigazultam Jézus Krisztus igazsága által, és ő soha nem vétkezett. Nem volt bűne. Nem volt mit eltakarni a múltjában. A ti igazságotok soha nem fog eljutatni titeket a mennybe, testvéreim. És Ézsaiás azt mondja, minden saját igazságaink szennyes rongyok. Hagyd el ezeket a szennyes rongyokat, és hagyd, hogy Jézus vére igazságul tulajdonítsa neked Jézus igazságát. Akkor az ördög sehogyan sem tud vádolni téged. Íme egy másik gyönyörű rész a Szentírásból. Hagyjátok ott az ujjatokat a római beliekhez írt levélnél, még lehet, hogy visszatérünk. Néha azt mondják nekem, hogy túl sok ujjat várok el az emberektől. Ézsaiás próféta könyvének 61. részében. Ézsaiás 61, a 10. vers. Örvendezvén örvendezek az Úrban. Örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett körül engem. Két dologról van itt szó, üdvösségről és igazságról. Amikor bízol Jézus Krisztusban és az érted hozott áldozatában, felöltözöl az üdvösség ruháiba, de ne állj meg itt. Az igazság palástjával vesz körül téged. Az egyik fordításban úgy olvashatjuk, belecsavart az igazság palástjával. Teljesen elfed Jézus Krisztus igazságának palástja. Az ördög semmit sem tud ellened mondani. Ha azt mondja, hogy sok-sok dolgot rosszul csináltál, tudod, mit tegyél? Érts egyet vele. Mondd azt, igen, ebben bizony igazad van, sátán, csak hogy mindez már a múlté. Én pedig Jézus Krisztus igazságába vagyok felöltözve. Lássuk, találsz-e ezen akármilyen hibát. Rendben. Térjünk vissza a Róma beliekhez írt levél 5. részének. 9. verséhez, és lássuk, mire jutunk onnan. Most nagyon figyeljetek rám. Jézus vére által. Ne mondjátok még, mondom egyszer én, mert még nem vagyok teljesen biztos abban, mit csinálok. Jézus vére által megigazultam, fel vagyok mentve, nem vagyok bűnös, igaznak ítéltettem, igazzá váltam, mintha soha sem vétkeztem volna. Rendben. Ne próbáljátok velem mondani, először mondjátok utánam. Jézus vére által megigazultam, fel vagyok mentve, nem vagyok bűnös, igaznak ítéltettem, igazzá váltam, mintha sohasem vétkeztem volna.
Most vegyetek egy mély lélegzetet, és mondjátok, köszönöm Istenem. Rendben, folytatjuk. A következő a megszentelődés. Megszentelődés. Lapozzunk a zsidókhoz írt levél 13. részéhez, a 12. vershez. Zsidók 13.12. Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. A megszentelni kifejezés eredetiben közvetlenül kapcsolódik a szentség szóhoz. Az eredetében a szent szóhoz nagyon hasonló az angol saint. Tehát megszentelni azt jelenti szentté tenni. Két aspektusa van ennek, az egyik negatív, míg a másik pozitív. Egyrészt külön választatunk a bűntől és mindentől, ami beszennyez, majd ezt követően szentté válunk Isten tulajdonává az ő szentsége által. A zsidókhoz írt levél 12. részében, talán olvasok el együtt, Isten fenyítéséről szól. A zsidókhoz írt levél 12. részének 10. versében azt olvashatjuk, a mi testi apáink fenyítettek minket életünk egy rövid ideig az ő legjobb döntésük szerint. Isten ezt másképpen teszi. A zsidókhoz írt levél 12. részének 10. verséből. Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Fontos észrevennünk, hogy nem a mi szentségünkről szól, és nem is a mi igazságunkról, hanem az ő szentségéről. Hogyan részesülünk az ő szentségéből? Jézus vére által. Tehát Jézus megszentelte az embereket a saját vére által. Engedjétek meg, hogy megpróbáljam elmagyarázni, hogyan tudtok részesülni a vérnek ebből az áldásából. Jézus vére által megszentelődtem, el vagyok választva a bűntől, Isten számára, szentté váltam, Isten szentségével. Nem vagyok biztos abban, hogy emlékszem-e majd erre, de megpróbálom. Ezúttal kövessetek. Jézus vére által megszentelődtem, szentté tettek, el vagyok választva a bűntől, Isten számára. Szentté váltam Isten szentsége által. Nem a szavak sorrendje a lényeg, hanem az, hogy megértsd. Eddig minden alkalommal belemártottuk az izsópot a tálba, és meghintettük vele magunkat. Rendben. Nos, menjünk tovább. Eddig vettük a visszavásárlást, a megtisztulást, a megigazulást és a megszentelődést. Most maga az élet következik. Egyszer hallottam egy prédikátort, aki azt mondta, hogy Jézus vérének minden hatása negatív volt. Csak megmentett minket valamitől. Véleményem szerint ez egy nagyon veszélyes kijelentés. Számomra semmi sem pozitívabb az életnél. Olvasuk el Mózes 3. könyvének 17. részének a 11. versét, melyre már utaltam korábban is. 3 Mózes 17.11. Mert a test élete a vérben van. Én pedig az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. Tehát Isten élete Jézus vérében van. Isten saját tulajdon élete, a Teremtő élete. A mi életünk semmiképpen sem hasonlítható ennek a kijelentésnek a súlyához, hiszen a Teremtő végtelenül nagyszerűbb és csodálatosabb, mint mindaz, amit teremtett. A teljes teremtett univerzum csak egy új csettintése számára.
Látjátok, ha képesek vagyunk megragadni azt, ami Jézus vérében rejlik. Azt szoktam mondani, több hatalom van Jézus vérének egyetlen kis cseppjében, mint a sátán egész királyságában. Mert velünk van az örökkévaló, nem teremtett, korlátlan Isten mérhetetlen élete. Velünk van az élet, ami már azelőtt létezett, mielőtt bármi is teremtetett volna. A Jézus vérében. Most, hogy ezt már tudjuk, lapozzunk János evangéliumának 6. részéhez. János evangéliuma 6. rész. 53-tól 58. versig. János 6.53-tól. Mondta azért nekik Jézus, bizony-bizony mondom nektek. Jézus kétféleképpen fogalmazott, mikor hangsúlyozott valamit a tanításából. A régi fordításban így olvashatjuk, bizony. Néha pedig így, bizony-bizony. Az, hogy bizony azt jelenti, hogy ami utána következik, az fontos. A bizony-bizony azt jelenti, hogy ami azután következik, az kiemelt fontosságú. Az én fordításomban az szerepel, hogy kétségtelenül és kétséget kizáróan. Ez tehát egyik a hangsúlyozottan fontos kijelentéseknek. Én úgy mondom, bizony-bizony. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztam azt az utolsó napon, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem lakik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő Atya, és én az Atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él általam. Nos, biztos vagyok abban, hogy ezt többféle módon lehet alkalmazni. Keresztény szolgálatomat 1946-ban egy arab városban kezdtem, Ramallahban, Jeruzsálemtől északra. Mára ez a kicsi település forgalmas nagyvárossá nőtte ki magát. Abban az időben első feleségemmel és gyermekeimmel otthon az arab nyelvet használtuk. Tudjátok, vannak olyan dolgok, amik, ha megragadnak benned, soha nem felejted el őket. Én valahányszor a szent közösség szolgálatára, vagy az Úr vacsorára, ahogy tetszik, gondolok, mindig az jut eszembe, amit az arab mond. Hadd igyuk Jézus vérét. Ez nem valami furcsa, szuper szellemi kifejezés. Ők egyszerűen így beszélnek a szent közösségről. Talán sok tekintetben jól tetszik. Valóban, amikor részesülünk az úrvacsorájából, az ő testét esszük, és az ő vérét isszuk. Néhányan fennakadtatok ezen, ahogy látom. Hogyan segíthetnék ezen? Néhányunknak úgy tanították, hogy ezt csupán megemlékezésképpen tesszük. Nos, Jézus nem ezt mondta. Ő azt mondta, eszitek az én testemet, és isszátok az én véremet. Nyilvánvalóan megemlékezünk ilyenkor. De nem csak megemlékezünk, hanem ténylegesen magunkhoz vesszük az Úr Jézus Krisztus testét és vérét. Nincs rá ok, hogy megváltoztassuk a Biblia ezen részét. Sok különböző vélemény van arról, hogy hogyan válik az étel és az ital teste és véré. A katolikusok és a történelmi egyházak hívei úgy gondolják átváltoztatáson keresztül a pap által. Őszintén szólva én nem hiszek ebben. Én azt hiszem, hogy hitáltal történik. Mikor hittel veszem a kenyeret és a bort, és hiszek abban, amit Jézus mondott, pontosan azzá válik számomra, amit ő szólt, hogy válnia kell. Kérlek, ne vitatkozzatok velem, mert én ettől az igazságtól boldog vagyok.
Olvassuk el most a Korintusbeliekhez írt levél 10. részét. Azt hiszem, vannak itt baptisták és testvérek is. Ez valószínűleg Isten gondviselőse. Testvérek, emlékszem, egy testvér prédikátor azt mondta, Jézus azt mondta, hogy olyan gyakran igyál sört, amilyen gyakran csak akarod, de azért ritkán. Nos, tehát 1 Korintus, 10. rész, 16. vers. A hálaadás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Ezután így folytatódik a 11. részben, a 23. és az azt követő versekben, melyben emlékezteti őket arra, hogy milyen módon lépett érvénybe az úrvacsora. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adván megtörte, és azt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Másképpen, ami értetek van, tegyétek ezt az én emlékezetemre. Nos, tökéletesen igaz, megemlékezünk. De mit teszünk, amikor megemlékezünk róla? Esszük az ő testét. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, miután vacsorált, ezt mondván, e pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt. Szeretném leszögezni, nem javaslom mindenkinek, hogy úgy tegyen, mint Ruth és én. Csodálatos szabadság van Krisztus testében, megtehetjük megadott határok között azt, amire Isten vezet minket. Az úrvacsora számomra nagyon fontossá vált. Kimondhatatlanul érzem magamban a vágyat Isten élete után. Én azt hiszem, nem nagy képviség, ha ezt mondom, olyan vagyok, mint egy reklám arról, hogy milyen is Isten élete. Legtöbben közületek nem találnátok ki, hogy 71 éves vagyok. Hiszem, hogy ez nagyrészt a Jézus testével és vérével való közösségből származik. Számomra ez nem doktrina vagy elmélet, hanem élő valóság. Mi így csináljuk. Még egyszer elmondom, nem mondom azt, hogy akárkinek így kell tennie, de mi így együtt veszünk úrvacsorát. Férj és feleség minden reggel. Minden reggel ugyanazt mondom. Úr Jézus, mit is mondok? Nem emlékszem. Segítse. Igen, így van. Veszem a kenyeret, megtöröm, és azt mondom, Úr Jézus, úgy vesszük ezt a kenyeret, mint a te testedet. Eszünk, és megesszük. Ezután együtt veszünk egy kis poharat, és azt mondom, Úr Jézus, úgy veszük ezt a poharat, mint a te véredet. És amint ezt tesszük, hirdetjük halálodat, amíg visszajössz. Tudjátok, az év nagy részében Jeruzsálemben vagyunk, ahol a keresztények kevesebb, mint 1%-át teszik ki a lakosságnak. Micsoda kiváltság az Úr halálát hirdetni minden nap abban a városban, ahol meghalt. Egy nagy biblia magyarázó a múlt században úgy fogalmazott, hogy amikor ehhez a részhez érünk, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön, akárhogy is nevezzük ezt, akkor azt mondta, kilépünk a mérhető időből. Nincs más múltunk, csak a kereszt. Nincs más jövőnk, csak az ő visszajövetele. Hirdetjük az ő halálát,
amíg eljön. Minden esetben, amikor ezt tesszük, emlékeztetjük magunkat, hogy ő újra eljön. Hogyan valljuk ezt meg? Tegyük csupán hit által. Nem fogunk szent közösséget gyakorolni, nem is javaslom senkinek, sem közületek, csupán valljuk meg együtt. Lássuk csak, hogy is mondjuk. Úr Jézus, amikor vesszük a te véredet, benne a te életedet is vesszük. Isten életét, isteni, örökkévaló, végtelen életet. Rendben? Erre tudtok emlékezni? Akkor mondjátok utána. Úr Jézus, amikor vesszük a te véredet, benne a te életedet is vesszük. Isten életét. Isteni, örökkévaló, végtelen életet. Köszönjük, Urunk. Dicsérjük őt most. Fogadjátok el most azonnal. Engedjétek, hogy az isteni élet tudata betöltsön titeket, a szíveteket, az elméteket, még a fizikai testeteket is. Pál azt mondta, ez az élet kiveszi belőlünk a közelgő halált. Én azt gondolom, hogy a folyamatosan történő halál, betegség, rothadás az, amit Isten élete képes elvenni tőlünk napról napra. Pál azt mondta, hogy a mi külső emberünk megromlik, a belső emberünk viszont napról napra megújul. Elég élet van a belső emberünkben ahhoz, hogy életben tartsa a külső emberünket, amíg a feladatunkat be nem teljesítjük. Amen. Rendben van, most még Jézus vérének két további következményéről fogunk beszélni. A hatodik a közbenjárás. Lapozzunk a zsidókhoz írt levél 12. részéhez, és olvassuk a 22. verstől a 24-ig. Tehát Zsidók 12-22. Szeretném, ha figyelnétek az ige időre. Így kezdődik, ha nem járultatok. Nem oda fogunk járulni, hanem a szellemben, nem a testben. Oda járultunk. Oda járultunk Sion hegyéhez. Ez az első. A második, az élő Isten városa, a mennyei Jeruzsálem. Nem a földi Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem. A harmadik, az angyalok ezreihez. Én azt a fordítást tartom jobbnak, mert így fogalmaz, angyalok sokaságához. Nem tudok belemélyedni a fordítás részleteibe, de az NIV fordítás úgy mondja, az angyalok megszámlálhatatlan sokaságához ünnepi ruhában. A legjobb ruhá öltöztek a mi tiszteletünkre. Angyalok megszámlálhatatlan sokaságával együtt énekelni, akármilyen ruhában is csodálatos volna, de ünneplő ruhában. Mikor Ruth és én Belfastban jártunk, körülbelül 3 évvel ezelőtt, néhány gyülekezeti vezetővel voltunk egy lakásban, és Isten jelenléte leszállt közénk, amint meghajtottuk magunkat az Úr előtt és egymás előtt megaláztuk magunkat. Körülbelül 10 percig Ruth angyalok megszámlálhatatlan sokaságát látta, ahogy folyamatosan haladtak el mellettünk, körülöttünk. Azután az egyikük bejött a szobába, és Ruth becsukta a szemeit. Tudjátok, nem, ezek megtapasztalások ma is mind lehetségesek számunkra. Nem különbözünk az Új Testamentumban szereplő emberektől, ahogyan az angyalok sem változtak meg azóta sem. Tehát, hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az első szülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben. Az ötödik, Isten mindenek bírája. Hála Istennek, Isten több, mint bíró odafönn.
Ha nem így volna, testvéreim, soha nem sem lennénk képesek eljutni a mennyig. A hatodik. És a tökéletes igazak szellemeihez. Úgy hiszem, hogy ezek az Új Testamentum szentjei, akik egy életen át hitben járva érték el azt, amit mi az újjászületés által érünk el. Helyesebben, amit nem elértünk az újjászületés által, hanem amit kaptunk az újjászületés által. A hetedik. És az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz. Ez az, amiért mi ott lehetünk. Ha csak Isten volna, mint bíró, soha nem jutnánk fel, de Isten a bíró mellett ott van Jézus is, a közben jár az új szövetségért. Végül a meghintésnek véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Jézus kiontott vére, amely a mi érdekünkben, értünk beszél a mennyben, ellentétben Ábel vérével. Három fő ellentét van közöttük. Ábel vére akarata ellenére ontatott ki, míg Jézus vére saját akaratából ontatott ki. Ábel vére a földre omlott, míg Jézus vére a szentek szentjében van. Ábel vére bosszúért kiált, míg Jézus vére kegyelemért könyörög. Olyan gyönyörű kijelentés ez, hogy nem szeretném, ha bárki is lenne közületek, aki ne tudna erről. Vannak idők, mikor gyengék vagyunk, mikor nyomás alatt vagyunk, mikor nem tudunk imádkozni, és arra is csak épp, hogy képesek vagyunk, hogy levegőt vegyünk. Jó tudni ilyenkor, hogy Jézus vére ott van Isten közvetlen jelenlétében, és szüntelenül a mi érdekünkben szól, kegyelemért esedezik. Irgalomért esedezik. Tegyünk egy rövid hitvallást együtt, hogy magunkévá tegyük ezt az igazságot is. Nem gondoltam ki előre. Köszönöm, Uram, hogy még akkor is, amikor nem vagyok képes imádkozni, Jézus vére értem esedezik a mennyben. Rendben, mondjátok utánam. Köszönöm, Uram, hogy még akkor is, amikor nem vagyok képes imádkozni, Jézus vére értem esedezik a mennyben. Jó van, azt hittem, utána mondjátok, de megelőztetek. Mondjuk el együtt is, rendben? Köszönöm, Uram, hogy még akkor is, amikor nem vagyok képes imádkozni, Jézus vére értem esedezik a mennyben. Mondjuk el még egyszer, mert nem voltam nagyon biztosak benne, én rontottam el. Köszönöm, Uram, hogy még akkor is, amikor nem vagyok képes imádkozni, Jézus vére értem esedezik a mennyben. Amen. Végül bejárásunk van a mennybe Jézus vére által. Jézus vérének ez a két utolsó áldása kiszakít bennünket az idő szorításából, és elvisz a mennyei örökkévalóságba, ahova egyébként is jutni akarunk. Lapozzunk vissza a zsidókhoz írt levél 10. részéhez, a 19. vershez, és az utána következőkhöz. Figyelemre méltó, hogy ezt a verset már hallhattok ma reggel a dicséret alatt. Azt gondolom, hogy ebben Isten már előre rámutatott erre az igazságra. Zsidókhoz írt levél 10. része, 19. vers. Mivel, hogy azért, testvéreim, bizodalmunk van. A görög eredeti szó a szólás szabadságát jelenti. Nagyon fontos, hogy a mi bizodalmunk a szólás szabadságát adja számunkra, más szavakkal, ne felejtsétek el a bizonyságtételét. Ha nem teszünk tanúbizonyságot, nincs áldás számunkra. Mivel, hogy azért, testvéreim, bizodalmunk van szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és lévén nagy papunk az Isten háza felől, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta, gonosz lelki ismerettől, és testük megvan mosva tiszta vízzel. Figyeljetek a következő szavakra, tartsuk meg a reménység megvallását tántoríthatatlanul. A zsidókhoz írt levél 3. részének első verse azt mondja, hogy Jézus a mi megvallásunk főpapja. A zsidókhoz írt levél 4. részének 14. versében az áll, hogy ragaszkodjunk a megvallásunkhoz.
A tizedik rész 23. versében pedig ezt olvashatjuk, tartsuk meg tántoríthatatlanul. Mit jelent ez? Mikor repülőgépen utazol, és azt mondják, hogy kapcsold be a biztonsági övet, mire számíthatsz? Rázkódásra, légörvényre. Mikor Isten igéje azt mondja, tégy vallást, ragaszkodj hozzá, és tartsd meg tántoríthatatlanul, azzal Isten azt mondja, kapcsold be a biztonsági övet, mert megrázkódtatás következik, de ne engedd, hogy a rázkódás kikapcsolja a biztonsági övet. Továbbra is tégy helyes megvallást. Még akkor is, amikor látszólag minden, ami körülvesz téged, a szöges ellentétét mutatja, Isten igéje igaz. Rendben. Tehát észrevesztük, hogy bejárásunk van a szentélybe új és élő út által. Most lapozzunk vissza Mózes 3. könyvének 16. részéhez. A főpapa sátorba évente egyszer ment be. Mit tett akkor? Egy füstölővel ment be, ami tele volt jó illatú füvekkel és jó illatú füstöt eregetett, hogy befedje a fedelet. Ez az imádást jelenti. A főpap az áldozat vérét is magával vitte, és hétszer hintett a vérből a kárpit és a kegyelem fedele között. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, hétszer. Aztán rá kente a vért a kegyelem fedelének előső oldalára. Amikor a zsidókhoz írt levél írója azt mondja, bizodalmunk van Jézus vére által, az új és élő út által, akkor a vérnek arra a hétszeres elhintésére gondol, amely a kegyelem fedelénél történt. Mi bizodalommal odajárulhatunk a fenséges Isten trónjához, az univerzum legszentebb helyére, Jézus vére által. Bejárásunk van. Mit kell mondanunk önmagunkról? Mondjunk ezt. Köszönjük, Urunk. Én mondom először, mert tudnom kell, mit akarok mondani, aztán ti. Köszönöm, Uram, hogy Jézus kiontott vére által bejárásom lehet a fenséges Isten jelenlétébe, az univerzum legszentebb helyére. Mondjuk el még egyszer. Próbáljuk meg. Köszönöm, Istenem, hogy Jézus kiontott vére által bejárásom van a te jelenlétedbe, az univerzum legszentebb helyére. Rendben. Engedjétek meg, hogy végezetül összefoglaljam Jézus vérének hétféle hatását. Különböző sorrendek lehetségesek, én megpróbáltam logikai rendbe állítani őket. Visszavásárlás, megtisztulás, megigazulás, megszentelődés, élet, közbenjárás és bejárás. Hétszeres hintés történt a vérrel, a hét különböző módon működik az életünkben. Emlékezzetek vissza, hogy a sátánt hogyan győzzük le, a bárány vére által és mi által, ami tanúbizonságtételünk szava által győzzük le. Mondjuk el együtt és végeztünk, de ne felejtsétek el, hogy ne kíméljük életünket, mint halálig. Legyőzzük a sátánt a bárány vére által, és a mi személyes tanúbizonyságtételünk által, és nem kíméljük életünket, mint halálig. Most pedig egyetlen logikus dolog maradt hátra, amit tehetünk ennek tükrében. Dicsérjük az Urat!